Az országgyűlés 2009. december 14-én fogadta el a minősített adatok védelméről szóló törvényt, ami tulajdonképpen megteremtette a kétoldalú titokvédelmi megállapodások megkötéséhez, illetve azok alkalmazásához szükséges jogi alapokat, és így tulajdonképpen megkezdődhetett hazánk e téren tapasztalható elmaradásának a felszámolása is. A jelen említett törvény 2010. április 1-ét követő határbelépésétől kezdve megindult a szerződéskötések sora. Itt az államtitkár úr részéről is elhangzott, melyek keretében több mint 29 európai országgal, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal is hasonló egyezmény megkötésének előkészülete van folyamatban, amely Bosznia-Hercegovina után szerbi esetében most érkezett el a hazai jogrendbe történő átültetéshez. Szintén a jelen törvény végrehajtása Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, továbbá a minősített adatok cseréjével és a kölcsönös védelmével történő szorosabb együttműködés biztosítása miatt indokolt ennek a szerződésnek a megkötése. Az egyezmény célja tulajdonképpen értelemszerűen, hogy a szerződő felek, valamint a joghatóság alá tartozó állami szervek, így például a gazdasági szervezetek közötti együttműködés során kicserélt vagy keletkezett minősített adatok megfelelő biztonsággal jöhessenek létre. Az egyezmény rögzíti továbbá az alapvető fogalmak meghatározását, az illetékes hatóságokat, ami hazánk esetében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet. A szerződő felek rendelkeznek az egyezmény hatája alá első biztonsági együttműködési tevékenységekről. Rögzítésre kerül az egyezményben a minősített adatok biztonságának megsértése esetén alkalmazható eljárás, valamint a költségek viselésének a szabályai, és az egyezmény azonban nem érinti a felek egyéb két vagy több oldalú egyezmény alapján fennálló kötelezettségeit, ideértve mindazok a megállapodásokat, egyetértési megállapodásokat, amelyek a minősített adatok cseréjét, valamint a kölcsönös védelmét szabályozzák. Mindezek figyelembe lévételével a Magyar Szocialista Párt frakciója támogatni fogja az előttünk lévő törvényjavaslatot.